Üdvözlöm a Tudomány 100 blog nézőit! Newt és Tont láthatjuk, amint éppen foci meccset néznek. Szurkolnak lelkesen, amikor a szünetben egy váratlan bejelentést hallanak. Megcáfolták a Newton törvényeket. Tont nem is bírja tovább hallgatni, fölpattan, és elvonul valami nyugodt helyre. Newt nem tudja ezt mire vélni, így utána megy, hogy kifagassa barátját. Tont erre a következőt mondja. Emlékszel? Nyáron nyaraltunk a tengerparton, napoztunk, de amikor már nagyon untuk magunkat, versenyeztünk, melyikünk tud pontosabban távolságot mérni. Te kerestél egy méterrudat, én pedig egy hangszórót használtam. Először megmértük, hogy a part és a ház milyen messze van egymástól. A következő eredményekre jutottunk, sőt, ezek után a hangszóró segítségével még egy közeli sziget távolságát is meg tudtam mérni. Annyira megtetszett ez a többieknek, hogy három barátunk, G, P és S szintén beszállt a játékban, és a következő eredményekre jutottak. Sőt, még azt is megmondták, hogy a gízei piramisok milyen messze vannak a házunktól. Jó, erre emlékszem, mondja Nyú, de ez egyáltalán miért fontos? Nézd meg a táblázatot, mondja Ton. Te azt mondtad, a part és a ház távolsága valahol 13 és 14 méter között van. Megcáfolta ezt akár az én mérésem, akár GP és S mérése? Hát nem, hiszen az is 13 és 14 méter között van, csak sokkal pontosabban, mondja erre Nyú. Pontosan így van. És az a helyzet, hogy a valóságban a fizika valahogy hasonlóan működik. Először is megvizsgáljuk a valóságot, majd ezek alapján felállítunk valami törvényeket, és ezeket a törvényeket alkalmazzuk később a valóságra, és ebből egy érdekes körforgás alakul ki. Newton megalkotta a Newton törvényeket, ezt elkezdték a valóságra alkalmazni, és azt tapasztalták, hogy nagyon pontosan illeszkedett a valóságra az az eredmény, amit a Newton törvény jósolt. És így egy csomó olyan esemény volt, amit nagyon jól jósoltak meg a Newton törvények. Majd egyszer csak lett egy olyan, amit nem tudott jól magyarázni a Newton törvény. Ez nem azt jelentett, hogy innentől kezdve nem igaz, amit eddig megállapítottunk, csak egész egyszerűen azt, hogy elérkeztünk a Newton törvények alkalmazási területének határához. És ahogy gyűltek ezek a jelenségek, úgy egyre jobban látták a fizikusok, hogy melyik az a kör, amelyen belül alkalmazhatóak a Newton törvények. És hogy a további jelenségeket megmagyarázzák, újabb törvényeket, törvényszerűségeket kerestek. Így lett meg például a relativitás elmélet, ami azért külön nagy teljesítmény, mert nem hogy csak, hogy új jelenségeket magyarázott meg, hanem még a Newton törvények által leírt jelenségeket is pontosabban írta le. Így lett a relativitás elmélet. Sőt, most is vannak egyébként olyan jelenségek, amelyek kívülesnek a megmagyarázható jelenségeken, ha ilyenek nem lennek, hát nem lenne dolga a fizikusoknak. Jó, mindez nagyon szép, mondja Nyú, de akkor, ha ez így van, akkor minek tanuljuk egyáltalán a Newton törvényeket, hogyha a relativitás elmélet az pontosabb? Hát, ez nem olyan egyszerű kérdés, de hogyha megvizsgáljuk azt, hogy például van egy autó, ami 72 km/h halad, és kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsulással megy, mekkora erővel kell őt gyorsítani, akkor mindjárt megkapod a választ, hogy miért vannak még mindig használatban a Newton törvények. Ugye az a helyzet, hogy az autó tömegét, vagy bármilyen tárgy tömegét általában nem ismerjük tökéletesen pontosan. Mondjuk azt, hogy az autó tömege körülbelül 2000 kg plusz-minusz 10 kg. Hogyha én őt 5 méter per szekundummal szeretném gyorsítani, akkor a Newton törvények szerint F egyenlő M-szer A, kell hozzá 10.000 newton plusz-minusz 50 newton. És ehhez képest a relativitás elmélet a következőt jósolja. Nézd meg, 10.000, nagyon sok nulla, konkrétan 10 darab nulla, és utána 23 következik, plusz-minusz nagyon nagy közelítéssel 50 newton. Tehát azt láthatjuk, hogy a relativitás elmélet igazából nagyon picit ad hozzá pontosságban,
A mérési hiba a sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a pontosítás, amit a relativitás elmélet tud adni. Ezért van az, hogy a hétköznapokban, vagy a hétköznapi alkalmazásokban még mindig a Newton törvényt használják, mert egyszerűbb, másrészt pedig a mérési hiba az elkeni azt a pontosságot, amit a relativitás elmélet tud nyújtani. Csak néhány olyan helyzet van, ahol olyan pontosan mérnek, például kutatólaboratóriumokban, ahol számít ez a pici különbség, ami a relativitás elméleti szerinti eredmény és a Newton törvények szerinti eredmény között van. Hát ez jó, de ha ez így van, kérdezi Nyú, akkor miért mondták be a tévében, hogy megcáfolták a Newton törvényeket? Hiszen azt is fizikusok mondták, nem? Hát ezért vagyok olyan szomorú, mondja Ton. Az a helyzet, bár a tudomány az törekszik arra, hogy egy objektív valami legyen, sajnos nem tekinthetünk el attól, hogy az ember, aki műveli, az mindig szubjektív marad. Az emberek művelik a tudományt, és az emberek szeretik a hírnevet, szeretik az önreklámozást, szeretik a reflektorfényt. És ez sajnos mindig része marad a tudománynak. Köszönöm a figyelmet!